Új üzemcsarnok épül, új munkahelyek megjelenését várják Fehérgyarmaton a beruházástól. Segítség, orvosi eszközöket adományozott a Fényeslitkei átrakó beruházója a Munkácsi Kórháznak. Könyv az Úz völgyéről, az első világháborús hősökre emlékeznek a most megjelent kötetben. Folyamatosan emelkedik a beruházási kedv Magyarországon, mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerdán Fehérgyarmaton. A településen egy új üzemcsarnok alapkövét helyezték el, amellyel a térség vállalkozásainak segítene a beruházó önkormányzat. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az ünnepségen a tárcavezető azt mondta, Magyarországon az uniós átlag feletti a beruházási ráta, a kedvező adathoz pedig jelentősen hozzájárulnak az Északkelet Magyarországon megindult fejlesztések. Fehérgyarmaton új munkahelyek megjelenését várják a csaknem 1 milliárd forintból felépülő üzemcsarnoktól. Sajnos városunk nem számít iparilag fejlett településnek. Mondta beszédében Fehérgyarmat polgármestere a most épülő üzemcsarnok alapkőletételénél. A járásközponthoz tartozó települések munkavállalói nagy részt, mint mondta, 20-40 kilométeres távolságra járnak dolgozni. Van, aki naponta 3-4 órát tölt buszon az otthona és a munkahelye között ingázva. Péter Csaba beszédében kiemelte, a városvezetés célja, hogy az itt élők a közelbe jussanak munkához. Ez a csarnok épület, ami megépül, a pályázati vállalások szerint két betelepülő vállalkozásnak fog helyet adni, és elmondható az, hogy több igény is felmerült már, de addig, míg nem készül az épület, természetesen nem dönt a képviselőtestület erről. Azt el szeretném mondani, hogy elsősorban azok a vállalkozók pályázhatnak sikerre rá, akik több munkavállalót fognak foglalkoztatni az üzemben. Az üzemcsarnok az árnövekedés miatt csaknem 1 milliárd forintból épül, 3100 négyzetméteren. Az alapkőletételnél elhangzott, a városban az elmúlt időszakban számos a gazdaság élénkítését célzó beruházás zajlott. Az ipari park rehabilitációja mellett új piaccsarnok is épült. A gazdaság helyzetbehozásához azonban még több infrastruktúrális fejlesztés szükséges. A legtávolabban Nyíregyházától, legtávolabban ez a térség Budapesttől, és hogyha egy ilyen beruházást megcsinálunk, akkor az már egy esély arra, hogy ide tőke, magyar, külföldi vállalkozás települjön. Persze feltétel még az, amiről mindannyian beszélünk, hogy a megfelelő infrastruktúrális feltételek is legyenek meg. A kormány a közútfejlesztési programjában lehetőséget ad a legtávolabb eső térségeknek is, hogy tudják fogadni az ide érkező és ide érkezni akaró tőkét. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter azt hangsúlyozta, a Fidesz az elmúlt 12 éves kormányzása alatt jelenleg a negyedik komoly válságot kezeli. 2021-ben, mint mondta, 7,1%-kal tudta növelni a gazdaságát Magyarország, ez az Unióban az ötödik legnagyobb növekedés. A foglalkoztatási ráta hazánkban 73%-os, ami szintén élen jár az uniós országok között. A tárcavezető kiemelte, ezzel párhuzamosan a beruházási kedv soha nem látott szintre emelkedett Magyarországon. A beruházási rátánk, ez, hogy mennyit ruháznak be adott évben a GDP-hez viszonyítva, az 29%, az EU-s átlag 22%, a lengyeleknél szemben 18%, na miénk az 29% és emelkedik folyamatosan. És ebben az emelkedésben, ez megint a jó hír kategóriába tartozik, ebben az emelkedésben jelentős mértékben egyébként Észak-Kelet-Magyarország vesz részt, hiszen azok a nagy beruházások, akik aztán hozzák magukkal majd a beszállítóikat, hozzák magukkal a partnereiket, ezek jelentős részben az országnak erre a részére koncentrálnak. Az alapkőletétel után átadták azt a két teherautónyi adományt, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, valamint annak háttérintézményeiben dolgozók gyűjtöttek az orosz-ukrán háború elől menekülők megsegítésére. A felajánlást a határmenti településeken segítő önkormányzatok, szervezetek javaslatai alapján állították össze az intézmények. Defibrillátorokat és sebészeti műtétekhez szükséges eszközöket adományozott a Fényeslitkei óriás terminált építő East West Gate ZRT az Ukrajnában zajló háború sebesültjeinek megsegítésére. Az eszközöket Fényeslitke polgármestere személyesen juttatja el a Munkácsi Központi Kórházba. Európa legnagyobb vasútkereskedelmi logisztikai központjában már tart a próbaüzem, az utolsó simításokat végzik a tényleges működés megkezdése előtt.
Újraélesztő készülékek, sebészeti műtétekhez szükséges eszközök és egyéb orvostechnikai készülékek kaptak helyet ennek az autónak a csomagtartójában. Kedden délután érkezett meg a szállítmány a Fényes Litkei intermodális vasúti terminálra. Az East West Gate ZRT által megvásárolt eszközöket aztán a település polgármesterének járművébe pakolták át, ő maga szállítja azt ki a Munkácsi Központi Kórházba, amely gyűjtőpontja az ilyen jellegű adományoknak. Ugye a társadalmi szerepvállalás, a szolidaritás nagyon fontos az East West Gate ZRT-nek és a tulajdonában levő társaságoknak. Már vásároltunk matracokat Záhonyba, felszereléseket, egészségügyi dolgokat, és most pedig a polgármester úr megkeresésére a Munkácsi Kórháznak orvostechnikai eszközöket, defibrillátorokat vásároltunk, és ezt a polgármester úr személyesen kiviszi. Istenje! Jó utat! Szia! Bagyirok! Márta Mihály Tibor az elmúlt két hétben több adománycsomagot juttatott el személyesen a bajba jutottakhoz. Azt tapasztalta, hogy egyre több háborús sebesültet kell ellátnia a kórházaknak Ukrajnában, a különböző életmentő és gyógyászati eszközökből pedig nincs elég az egészségügyi intézményekben. Holnapra, ha minden jön, érkezik egy kamion Koreából, ami csak kötszert fog hozni, nekik pedig az átmenetelben segítek a határnál, hiszen egy humanitárius céllal hozzák, tehát ne kelljen vámot fizetni, illetve öt kamionnak a Horvátországból érkezett öt humanitárius szerelvény a múlt héten. Annak is az átközlekedtetésében közreműködtem, természetesen az ungvári magyar főkonzulátus Bacska József közreműködésével, illetve kapcsolatom van a Ukrajnának a budapesti nagykövetségével, hiszen vannak olyan belső mozgások, amiben ugye mi nem kérhetünk tanácsot, és akkor abban ők segítenek. A Fényes Litkei terminálon egyébként már szinte minden épület egység a helyére került. Készen állnak a normál és széles nyomtávú vasúti sínek, és az 5G-s kapcsolat segítségével távolról is irányítható óriás daruk is elkezdték a próbaüzemüket. Az üzemszerű indulást áprilisra tervezik. A burkolatépítési munkálatok befejeződtek, az irodaépületnek azok a befejező munkálatai vannak, ami a gépészeti technológiai szereléshez tartozik, és a terület rendezése, már készítjük elő a kertészeti munkákat, hogy a megnyitóra zöld növényzet is legyen. A 140 hektáron épülő intermodális terminál az Ázsia és Európa közötti áruforgalom legnagyobb és legkorszerűbb csomópontja lesz, amely évente akár 1 millió 20 lábas konténert is képes lesz kezelni. Először rendeznek Magyarországon egy napon országgyűlési választást és népszavazást. Április 3-án egyszerre szavazunk az egyéni országgyűlési képviselőkre, a pártlistákra és a gyermekvédelmi népszavazás 4 kérdésére. A Nemzeti Választási Iroda elnöke Nagy Attila 35 perc című műsorunkban azt mondta, egy borítékba lehet elhelyezni az összes szavazólapot, így az urna zárás után először szét kell válogatni azokat, utána kezdik a számlálást. Legutóbb 2018-ban választottunk országgyűlési képviselőket Magyarországon. A következő választást április 3-án vasárnap tartják. Ekkor egyéni képviselőkre, valamint országos pártlistákra voksolhatunk. Így néz majd ki a pártlistás szavazólap, amelyen sorsolással döntötték el a sorrendet. Azok a magyar állampolgárok, akik rendelkeznek állandó magyarországi lakhellyel, de külföldön lesznek a választás napján, a magyar konzulátusokon adhatják le szavazataikat, az egyéni jelöltekre és a pártlistákra. Azok, akik magyar lakhelyen nem rendelkeznek, de kettős állampolgárok, csak a pártlistákra szavazhatnak, mondta 35 perc című műsorunkban Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. A jogszabály a különbséget a lakóhely szerint teszi. Akinek van magyarországi lakóhelye, az jogosult a pártlista vagy nemzetiségi lista mellett az egyéni jelöltre is szavazni a lakóhelye szerint. Míg azok a magyar állampolgárok, kettős állampolgárok, akiknek nincsen magyarországi lakóhelyük, ők a népszavazáson is szavazhatnak, viszont az országgyűlési választásokon csak a pártlistára adhatják le a szavazatukat, és egyéni jelöltre magyarországi lakcím hiányában nem szavazhatnak. Ők viszont levélben is szavazhatnak. Ők viszont levél útján szavaznak, tehát ők levélcsomagot kapnak, azt kell kitölteniük, és azt adhatják le, vagy küldhetik vissza többféle módon. Akár a konzulátusokon,
akár magyarországi országos választókerületi választási irodákban, vagy pedig a posta útján. Matracok a Záhonyi iskola tornatermében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az orosz-ukrán háború miatt nagyon sok olyan önkormányzati intézményben is menekülteket helyeztek el, ahol egyébként szavazóköröket alakítottak volna ki. Ilyen esetben újabb helyeket kell a településeken alkalmassá tenni a szavazásra. Bízunk benne, hogy a helyzet addig rendeződni fog, de amennyiben továbbra is fennáll ez az állapot, és az érintett szavazóhelységekben menekültek elszállásolására fog sor kerülni, akkor a településeken, a helyi választási irodáknak lehetőségük van új szavazóhelységet kijelölni. Ez esetben az a többletkötelezettség párosul hozzá, hogy a választópolgárokat egy új értesítővel az új szavazási helyszínről tájékoztatni kell. Tehát előfordulhat, és az eljárásjog azt is szabályozza, hogy milyen további teendők társulnak hozzá. Úgyhogy a választópolgárok ebben az esetben is tudatában lesznek annak, hogy hova kell menniük szavazni. Április 3-án nem csak egyéni jelöltekre és pártlistákra szavazunk, de a gyermekvédelmi népszavazás 4 kérdésében is véleménynyilváníthatunk. A hivatalos papírokat egy borítékba lehet beletenni, így a szavazatszámláló bizottságok először szétválogatják az éveket, utána kezdhetik meg a munkát. Egy borítékot fog kapni minden választópolgár, a szavazólapokat összehajtva ebbe a borítékba lehet betenni, de nem kötelező betenni, és közös urnák lesznek, és a szavazás lezárultát követően a szavazatszámláló bizottságok feladata lesz a szavazólapokat szétválogatni, és utána a meghatározott sorrendben először az országgyűlési választások eredményeit, majd pedig a népszavazások eredményeit rögzíteni. Emiatt várhatóan a szokásosnál is később lehetnek meg az első eredmények az országgyűlési választásokon. A hivatalos végeredményeket pedig napokkal később állapítják meg a helyi és a területi választási bizottságok. Történelmi és nemzetpolitikai szimbólummá vált az erdélyi Úzvölgye és az ottani katonai temető. Az első világháború idején 4 csatában győzte le a magyar hadsereg az orosz csapatokat. 2019-ben pedig a román történelem hamisítás ellen léptek fel a helyi székelyek. Az ütközetről most könyv jelent meg, amelyet Vásárosnaményben mutattak be a megyei közvéleménynek. Ahogy megérkeztek Csíkszentmártonba, Csíkszentmárton az Úzvölgyének a bejárata egyébként. A következő felirat fogadta őket a helyi kocsma ajtaján. Magyar katonák a pincében, van sebb, a 4 malacot elhajthatják. Egyetek, igyatok. Egyébként tudjuk a könyvből azt is, hogy a 4 malacot nem bántották, a sebbhosszot megitták, hiszen ezek idevaló vakák voltak. Az 1916. októberében történt eseményekről beszélt Nagy Zoltán történész Vásárosnaményban. Az első világháború egyik legfontosabb, győztes ütközetét a Miskolci 10-es gyaloghadosztály vívta, ahol borsodiak, zempléniek és hevesiek harcoltak. Erről a sikertörténetről szól az Előre az Úzvölgyében című könyv. A könyvben 150 illusztráció kap helyet, ez egy 380 oldalas dokumentumgyűjtemény, 150 illusztrációval, amelyből 120 még idáig soha nem látott napvilágot. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan kötetet hoztunk létre, amely hiánypótló a maga nevében az úzvölgyi első világháborús történetről. Az első világháborúban ott elesett hősök, ...nek van egy temető, az Úzvölgyi temető. Ez 2019-ben híresült el, amikor a moldvaiak elfoglalták az Úzvölgyét, és 52 betonkeresztet állítottak a hadi temetőbe ismeretlen román hős felirattal. Figyelmen kívül hagyva, hogy a keresztek jelentős része alatt magyar katonák vannak eltemetve. Ez látható a Székely TV felvételein. Számunkra fontos az, hogy a magyar nemzeti kisebbség jogait elismerjék. Fontos ilyen szempontból az Úzvölgye ügye is. Az Úzvölgye ugye arról szól, hogy a minket magyarokat engedjenek meg abban, hogy a kisebbségi jogainkat és az egyetemes magyarság jó emberi jogait úgy is engedjék gyakorolni, hogy méltóképp tudjunk megemlékezni a halottainkról. Azokról a hősi halottakról, akik az Úzvölgyében nyugszanak. Számunkra ez a fontos. Azt is tudni kell, hogy nagyon sok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgár, nagyon sok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei embernek a
felmenője nyugszik ott számunkra, ezért ez egy kegyeleti hely. Az erről szóló konferencia célja az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, mindenkit megillet a kegyeleti jog. A kerekasztal beszélgetést a Párbeszéd Európa jövőjéről konferencia sorozat keretében szervezték meg, ezúttal Vásárosnaményban. Rendhagyó módon két héttel korábban nyit idén a Sóstói Múzeum falu. A rendezvény sorozat március 12 és 15 között, azaz 4 napon át tart majd. A skanzen a családi és gyermekprogramok mellett huszár felvonulással és gasztronómiai különlegességekkel is várják a látogatókat szombattól keddig. A nemzeti ünnepen a belépés ingyenes lesz. A Sóstói Múzeum falu fennállása óta először ad otthont március 15-i rendezvénynek. A skanzen idén korábban nyitja meg kapuit, ráadásul március 12-e és 15-e között 4 napon át várják majd a látogatókat. A programsorozat tematikáját a Józsa András Múzeum és a Skanzen Múzeum pedagógusai közösen állították össze. Középpontban állnak a múzeum pedagógiai foglalkozások, az ismeretátadás. Nem áll messze a múzeumfalutól és a néprajztól sem a 48-as eseményeknek a felidézése, hiszen 19. század elejéről valók az első lakóházak, Szatmár és Rétközi oldalon is, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ezeket mi is bemutatjuk, és természetesen nemzeti jelképeinket is bemutatjuk a falun keresztül, hiszen 12 jelképet keresetnek meg a vendégek, akik eljönnek hozzánk. Mindenkit buzdítunk arra, hogy vegyenek részt a ingyenes program, amiben garantált jeleményt is kapnak. Kincsvadászjáték minden nap lesz. Emellett kézműves, gyermek és családi programok is színesítik a 4 napos eseményt. Március 12-én nyílik meg a múzeumfalu. Ezen a napon babatornától kezdve diótrió előadásáig kerül sor izgalmas programokra. Március 13-án kiállítás megnyitó lesz, ezen kívül kisvárdai huszárbandérium lesz a vendégünk, tehát huszárbemutató, lovas huszárbemutató is lesz a területünkön. Március 14-én, hétfőn élőszavas mesemondással 48-as mesék elevenednek meg a Csarodai parókián. A Pásztortűz Hagyományőrző Egyesület március 15-én jön el hozzánk, és minden nap természetesen még ehhez kísérő programok is jönnek. A gasztronómia is szerepet kap a rendezvénysorozaton. A Pilvax kávéház szellemében kávékóstolásra hívják a felnőtteket, a gyerekeknek pedig korabeli édességeket is kínálnak, többek között Kossuth kifli készül majd a kemencékben. Március 15-én a belépés ingyenes lesz. A hosszú hétvégéhez kapcsolódó hír még, hogy a hulladékszállítás március 14-én és március 15-én, azaz hétfőn és kedden a megszokott rendben történik, viszont a nyíregyházi, kisvárdai, mátészalkai és nagyecsedi ügyfélszolgálatok és hulladékudvarok zárva tartanak. A negyedik helyen zárta a bajnokság alapszakaszát a női röplabda extra ligában a Fátum Nyíregyháza. Németh Szabolcs együttesének a negyed döntőben a Kaposvár lesz az ellenfele. A 3 győzelemig tartó párharc március 18-án kezdődik. Előtte azonban szombaton a Magyar Kupa bronz meccsén a Békés Csaba ellen lép pályára a Nyíregyháza. Lejátszották az alapszakasz utolsó körét a női extraligában, a nyíregyháziak a 14. fordulóban 3-0-ra verték a DVTK-t. Németh Szabolcs együttese így 9 győzelemmel és 5 vereséggel a 4. helyen fejezte be a bajnokság első szakaszát. Az élen a veretlenségét az utolsó fordulóban elveszítő Békés Csaba végzett a Vasas és a Szent Benedek Akadémia előtt. A nyíregyháziak vezetőedzője bízik a jobb folytatásban. A kitűzött célok, amit a bajnokság előtt kitűztünk, annak értelem szerint még nincs vége, tehát az alapszakasz vége után elfoglalt negyedik hely az persze nem egy kimagasló eredmény, főleg tőlünk, főleg ettől a csapattól. Ezen szeretnénk változtatni a bajnokság hátralévő szakaszában. Hál' Istennek egy olyan rendszerben játszunk, hogy most magunkra nézve, ami jó, hogy a playoffba teljesen tudjuk annulálni lényegében ezt az elmúlt nehéz időszakot, hullámzó teljesítményt. Szeretnénk már most szombaton egy olyan rajtot venni, egy olyan játékkal előrukkolni, ami reálisan fog nekünk egy olyan képet adni, hogy nyugodtan tudjunk belemenni, nyugodtan, de annál nagyobb erővel tudunk majd belemenni a playoffba.
Szombaton Érden rendezik a Magyar Kupa döntőt. Az aranyérem sorsa a Vasas Szent Benedek Akadémia mérkőzésen dől el. A címvédő Fátum Nyíregyháza a bronzmeccsen a Békés Csaba ellen lép pályára. Békés Csaba Nyíregyháza mindig egy presztíz mérkőzés, mindig nagy betűkkel beszélnek róla, hiszen az elmúlt években mindig hatalmas nagy derbiket, hatalmas mérkőzéseket láthatott a publikum és minden röplabdát szerető. Ez volt a tavalyi döntő, idén ez a bronzmeccs. Nagyon-nagyon motiváltak vagyunk, még egyszer mondom, pontosan azért is, mert nem szeretnénk ezt a frontot se érem nélkül hagyni. Meg én hiszem, hogy ez a mérkőzés adhat egy akkora energiát, akkora erőt a továbbiakra, hogy ugye ebben a szezonban még a Békés Csabát nem tudtuk legyőzni, egy nagyon jó, stabil csapat, egy nagyon stabil alapszakasz van mögöttük. Én hiszem, hogy a játékosokon ez áttörheti azokat a görcsös gátakat, amik ugye jellemezett sajnos minket ugye az elmúlt időszakban. Én nagyon bizakodó vagyok, a lányok nagyon keményen és motiváltan dolgozták végig ezt a két hetet, ugye, ami volt erre a mérkőzésre. Én nagyon nagy reményekkel megyek Érdre hétvégén. A bajnokságban a legjobb négy közé jutásért a Kaposvárral játszik a Nyíregyháza. A három nyert mérkőzésig tartó párharc március 18-án kezdődik a Continental Arénában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Új üzemcsarnok alapkövét helyezték el szerdán Fehérgyarmaton. A 895 millió forintos önkormányzati beruházástól új munkahelyek megjelenését várják a térségben. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az eseményen azt mondta, Magyarországon egyre nő a beruházási kedv. Defibrillátorokat és sebészeti műtétekhez szükséges eszközöket adományozott a Fényeslitkei óriás terminált építő East-West GZRT az Ukrajnában zajló háború sebesültjeinek megsegítésére. Az eszközöket Fényeslitke polgármestere személyesen juttatja el a Munkácsi Központi Kórházba. Európa legnagyobb vasútkereskedelmi logisztikai központjában már tart a próbaüzem, az utolsó simításokat végzik a tényleges működés megkezdése előtt. Történelmi és nemzetpolitikai szimbólummá vált az erdélyi Úzvölgye és az ottani katonai temető. Az első világháború idején nagy csatában győzte le a magyar hadsereg az orosz csapatokat. 2019-ben pedig a román történelem hamisítás ellen léptek fel a helyi székelyek. Az ütközetről most könyv jelent meg, amelyet Vásárosnaményban mutattak be a megyei közvéleménynek. Március 9-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták. Nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán éjjel eleinte borult, majd derült időre számíthatunk 0-2 fok körüli hőmérsékletekkel. Csütörtökön napközben egyre inkább kisüt a nap, de a hőmérséklet nem emelkedik 4 fok fölé. A hétvégén derült, napos, igazi kirándulós időre lehet számítani éjszakai fagyokkal és 4-7 fok közötti nappali hőmérsékletekkel.